Kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. 1992-t írtak akkor, ahogy Pinke Miki festőművész barátom meséli, amikor egy baráti beszélgetésen Ecsedi Mária felvetette, hogy ha már így alakult, akkor alapítsák meg a Székesfehérvári Művészek Társaságát. Ennek 25 esztendeje, a negyedszázados jubileumi ünnepség sorozat, kiállítások sorozata köszönti ezt a jeles évfordulót, vendégem pedig Jónás Attila, aki maga is alapítótak. Szervusz, üdvözöllek! 18-ban már a 8-an maradtatok, azért hadd soroljam fel, hiszen Bauer, Bukovácz, Pinke, Ecsedi, Hegedűs, Kettő, Végvári, Újházi Péter és te magad. Viszont nagyon sok minden történt azóta. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, én azt javaslom, hogy egy kicsit ismerkedjünk meg veled, bár azt hiszem, hogy a székesfehérvári művészetkedvelők ismernek téged. Ismerik a tervezőgrafikust, a fotóst, a festőművészt, a domborművek alkotóját papírból, hiszen számtalan kiállításodban gyönyörködhettünk. 1982 óta, 82-ben volt ugye az első kiállításod. Hát, ha én ilyen évszámokat tudnék, nagyon jó lenne, de elhiszem neked, hogy 82-ben volt. Valójában nem is kiállításokat tartunk az ilyen régi időkből számon, hanem azokat a fordulópontokat, ahol valamilyen eredményt ér el az addigi gyakorláshoz, felkészüléshez képest az ember. Ilyen volt a Fiatal Művészek Stúdiója, majd pedig az alkotó, nem tudom, mi volt akkor a neve, már nem is emlékszem, mert ugye sokszor átalakult, alaptagságnak hívták, és aztán ment tovább egészen addig, amíg én nem döntöttem úgy, hogy ha nem tudok akkora művész lenni, mint amekkora én nekem tetszik, a legnagyobbak, egy Monet, egy Chagall, egy Picasso, akkor most nincs is kedvem már egy idő után ezzel küszködni, kepeszteni, meg abból sem születik általában semmi jó, és akkor az alkalmazott grafika fele alakult az életem. Viszont 1985 óta, ahogy itt már a műsor előtt megbeszéltük, tagja vagy az Országos Alkotó Művészek Szövetségének is, és akkor nyilvánvaló, hogy fotósként is megismertünk, rengeteg illusztrációd jelent meg, azt hiszem, hogy azért ez önmagáért beszél. Hát szorgalmasság van, meg az idő is elég hosszú ahhoz, hogy amikor visszanézünk, akkor nagyon soknak látszódik az egész, de igaziból kalandosabb volt így visszanézve nekem az alkalmazott grafikai tevékenység, mert akkor sikerült olyan igazán izgalmas feladatokat teljesítenem, ahol utána nem volt olyan érzésem, hogy lehetett volna jobb, és hát ez a legfontosabb, azt hiszem, mindannyiunk munkájában. Na, megérkeztünk 1992-höz. Íve van ennek a történetnek. Mi szülte a gondolatot? Hiszen egyik pillanatról a másikra még Ecsedi Máriának sem pattan ki a fejéből, hogy a baráti csapatból, egy társaságból egy valódi művészi társaság legyen. Ezt a történetet én nem akarom egy másikkal felülírni, vagy átírni, vagy semmit. Én nem is így emlékszem rá. Én úgy emlékszem rá, hogy ezt nem a Mari, Pinke, vagy bármelyikünk találta ki, hanem ezt én inkább a Szelére, a Szele Istvánra gyanakszom, a Szetyára. Tehát a Szetya. És, mm-hmm. és a kezdetektől a Borsai István volt, aki talán a Szetyát ebből támogatta, vagy hogy meg az Ilár, tudjuk, a Kovács Jenőnek az özvegye most, hogy az a ködös múlt, ez nekem sokkal inkább így, olyan szavakra emlékszem, hogy felgyorsul a világ nem sokára, és a felgyorsuló világban egy-egy művésszel nem fog tudni a hivatal foglalkozni, egy-egy művész ügyét nem fogja úgy támogatni, kísérgetni, annyi energiát fordítani rá, mint hogyha egy csoportot, egy egyesületet alkottok. Nekem az emlékeinkben inkább ez a... Egyébként Balsai István is erről beszélt nekem. Most a születésnapján számtalan beszélgetést csináltunk fel, a 70. születésnapján, hogy a Pelikán Galéria mostani terme az nem az volt, hanem ő javasolta, hogy ott
legyen egy központi hely, ahol otthonra lehet a kortárs képzőművészet. Ez az egyik. No de, nagyon fontos az indítatás. Egy egészen furcsa kort értünk akkor, 92-ben. Röviddel a rendszerváltás után romokban volt Székesfehérvár gazdasága, számtalan vállalat megszűnt. Ugyanakkor elkezdett nyilvánvaló a városvezetésnek is köszönhetően fejlődni a kortárs művészet, amire figyeltek is, meg nem is. Tehát inkább tűrt volt, mint támogatott 1989 előtt. Hogy jutottatok el addig, hogy tehát megalakult a társaság? Mi mindent kellett tenni, hogy ez a társaság valóban betöltse azt a hivatást, amire megalakítottátok? Mi mindent kellett tenni a hétköznapokon azért, hogy egy-egy kiállítás ünnep lehessen számotokra és a nézők számára? Hát egészen odáig a fehérvári képzőművészek kiállítást nem rendeztek. Ha volt kiállításunk, akkor a házigazdának volt mindig a dolga, a kiállítás megszervezése, megnyitók, meghívók, összesnek a rendezése. És attól kezdve azért a nagy változás ez volt, hogy nekünk is van már munkánk. Ezzel a változással összefügg az, hogy egész odáig a legendás Vörösmarty téri közös műterem volt, akkor még minden hétfőn a találkozások az öregekkel, a ballagóékkal, Áronnagyékkal, nem sorolom föl. És ahogy egyre többen lettünk, meg ahogy az a helyiség, hát egy kicsikét úgy munkahelye volt még a Sándor falvinak is, meg egy-két ilyen idősebbnek, így merült fel, hogy az Írószövetség után ezt a helyiséget inkább mi laknánk be, mert akkor mi a falait meg tudjuk tölteni, és az Írószövetség a Takács Imrével, meg nem tudom akkor kik voltak, talán a Péntek Imre, ők mentek ide-oda, aztán a Vörösmarty Társaság lett végül is már a szerintem ott az aktív központja őnekik. Így kerültünk mi a Pelikánba, hogy töltsük is meg akkor a falakat. Mi volt akkor, tehát 25 esztendővel ezelőtt a kortárs művészet feladata? Tehát ugye azt akarom mondani, hogy sajátos gondolat a alkotó eszköz, a kortárs művészet mindenképpen. Fontos volt a másságot képviselni, az újdonságot képviselni és mindezt megmutatni? És mennyit változott ez egyáltalán az esztendők, évtizedek alatt? Én azt gondolom, hogy talán az sem véletlen, hogy a képzőművészeknek múzsája sem volt az ókorban. Ez egy sokkal csendesebb, szemlélődő, befelefordulóbb embert kíván. A tánctól kezdve a drámának minden csodának volt, talán még a kékszeműek, barna szeműeknek is, de a képzőművészeknek nem. Tehát ez a hivatás, ez olyan, hogy ott állsz szembe a horror vakúja semmivel, és úgy akarsz onnan arrébb menni, hogy az összeálljon ott a színek, a formáknak, meg a gondolatoknak valami egysége. Ezért én azt gondolom, hogy ilyen feladatról mi akkor szót nem ejtettünk. Mindenkinek az a dolga, hogy ma jobb legyen, mint tegnap, és holnap jobb legyen, mint ma. Tehát nyomot és jelet hagytatok, az minden esetre bizonyos. Ez a lényeg. No, eltelt 25 esztendő, és itt vagyunk a küszöbén, hiszen szerdán már lesz egy tárlatmegnyitó Ecsedi Mária kiállításának a Vörösmarty Színházban. De mielőtt a kiállításokról beszélünk, engedd meg, hogy felolvassam, és kedves nézőink, önöknek, amit Cserpakovics András polgármester írt a 25 éves Székesfehérvári Művészek Társaságáról. Székesfehérvár számára fontosak ezek az alkotók, fogalmaz a polgármester, hiszen élhető, élettel tele város csak akkor lehetünk, ha az ipari fejlődés, az egzisztencia teremtés mellett olyan csoportok működnek itt, amelyek élő, a bemutatkozásra folyamatosan lehetőséget biztosító kulturális szinterüknek tudhatják a több mint 1000 éves múlttal bíró királyi várost. Azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű, ahogy polgármester úr fogalmazott. És ugye ott nyilván a támogatás mikéntje is fontos. Én viszont azokról a kollektív tárlatokról kérdeznélek, illetve egyéni kiállításokról, amelyek
kell ünnepelni fogtok. Kezdjük az egyéni kiállítást, hiszen Ecsedi Mária 5 évtized Fehérváron. Azt hiszem, hogy ismerjük így is, úgy is, ismerjük az gyönyörűséges lepleit a belvárosban, ismerjük az alkotásait, de ez az 5 évtized, ez mégis különleges. Utoljára tegnap beszélgettem át vele a kiállításához a felkészülési anyagokat, hogy ott mit kell majd mondani, mert nem megy készülés nélkül, és végigmentünk mi is ezen az életúton, hogy a Fehérvárra kerülő frissen diplomázott művész, ugye ő festőszakon végzett ráadásul, mégis kizárólag grafikai munkákkal indította az életművét, ugye akkor sokszorosított grafikákat készített, szinte kizárólag, és lassan bővült ki, ahogy megbízásokat kapott, vagy ahogy egy-két élménye, amit látott, egy-két anyag, amit látott, megtapasztalt, ahogy egyre újabb utakra hívta őt, vagy vitte őt. Jók ezek az utak, mondom én. Folytassuk, hiszen itt, ha nem is kutyafuttában, de azért szeretnénk az egészet megmutatni. Ugye a Vörösmarty Társaság tagja, tehát értelemszerűen a Vörösmarty Társaság termében lesz Revák István kiállítása. A grafikáit ismerjük, ami hasznos, ez a címe. Egy ilyen önálló tárlatban mi az, ami hasznos? Úgy történt a leosztás, hogy amikor már megvolt a gondolat, hogy nem sok-sok egész évig tartó kiállításokkal indulunk, hanem azzal, hogy egy időben, egy helyen, akkor összeírtuk a kiállító helyeket, és hova van jelentkező. Így alakultak ki az egyéni tárlatok, ugye az Ecsedi Máriának a színházba, a Revák Pistának a Vörösmarty Társaságnál és a Miklós Jancsinak a Szent István Művelődési Házba, csak ott nem volt időpont mosztanra, az egy ilyen finisszázs lesz majd az egésznek a végére, tesz pontot. Az István, hogy ő most ezzel, azt hiszem, hogy ez egy összegzés lesz őnek is, mert azt mondta, hogy az utóbbi időben nagyon sok érdekesnek és nagyon sok alkalmazott grafikai munkája volt, könyveket tervezett, készített ott a Vörösmarty Társaságnál készülő könyveket, és valószínűleg ezek befolyásolják most, amiket majd ott látni fog a közönség. Miklós János barátunk pedig két kérdést tesz fel. Mit műveltem, mit művelek? Hát igen, ezzel minket is kicsit megfogott, meg főleg, hogyha majd lesz az önarckép kiállítás, és ott meglátják, hogy milyen humorral, meg öngúnnyal készített önarcképet tesz ki magáról, hát lesz kaland, azt mondhatom. Jó, érdeklődéssel várom. A Szabad Művelődés Házában délelőtt jártam Pinke Miklósnál, amikor a dobozműveket és egyéb rendhagyások kollektív tárlatra rakta fel. Ez egészen különleges és érdekes lesz a Szabad Művelődés Házában, tehát ajánlom mindenkinek. Ugye ez szeptember 8-án csütörtökön lesz. Úgy van, mondhatom, akkor visszafele? Akkor mi legyen visszafele? Csak azért, mert logikailag úgy tudom inkább jobban az egészet mutatni, hogy ha 25 évet és magunkat akarjuk kicsit ünnepelni és kicsit megmutatni, akkor egy képzőművész számára evidens az önarckép, ez a zárás. Utána egyelőtte van ugye az átiratok, ott pedig az idő folyása az érdekes, ahogy múlik az idő, mert 25 év elszaladt felettünk, és ezt a korábban készült mesterek műalkotásait dolgozzuk át, akkor egy kicsit az idővel is játszunk. Igen, a szabadtéri kiállításon pedig ugye adta magát, hogy külvilág, ha már szabadtéren van. A dobozok talán ezek közül a legkevésbé tematikus alkotásra inspiráló cím, de úgy alakult, hogy itt az egyes a csapatban nagyon sok olyan van, aki
asszemblást, térplasztikát, tehát nem kétdimenziós dolgokat készít, ezért a dobozoknak szinte hagyománya van már itt a fehérvári alkotóknak. Némiképp belekeveredtem, de azért megmutatom, ez Ecsedi Mária, igen, kiállítás meghívója, Revák István, ami a Vörös Marti Társaságnál lesz, aztán itt van a külvilág, Pacuma Márt. És a másik oldalon itt van az önarckép, és itt van az átiratok, igen, kérem szépen. És a dobozokról ugye azért beszéltem már, dobozok és más rendhagyóságok, szinte bizonyos, hogy ez tényleg rendhagyó. Foglaljuk össze, én azt hiszem, hogy ez jószerivel ez a kiállítások megmutatják, hogy milyen sokszínű a kortárs művészet Székesfehérváron. Amikor megterveztétek, így gondoltátok, elégedettek vagytok? Kurátorként kérdezlek. Én elégedett vagyok, és főleg én már annyival vagyok előrébb, hogy én már láttam a beérkezett anyagokat, addig előtt a múzeumban rendeztük a kiállítást, tehát megnyugodtam, a feszültség elmúlt, és azt hiszem, hogy eleget teszünk annak a szintnek, amit magunk elő kitűztünk. Már csak azért is, mert ugye az még itt nem hangzott el, hogy már az elején utaltunk a megalakulásunknál az akkori polgármesterre, a Balsa Istvánra. Ebbe ugyanúgy benne van a mostani, mert akkor, amikor már úgy észrevettük, hogy a 25-ös szám közeledik, éppen akkor hívott minket egy beszélgetésre a polgármester úr, hogy kicsit csendes ez a csapat, mi van? Hát ugye neki is csak ezt tudtuk mondani, hogy hát mi ilyen kis csendeskék vagyunk, de lesz nem sokára a jubileum, és ő volt az, aki azt mondta, hogy vigyünk egy dolgozatot, ahol leírjuk, hogy mit tervezünk, és így történt, vittünk, és ő mellénk át is adta hozzá az anyagi hátteret. Mindannyiunk örömére. Köszönöm szépen, Attila. Köszönöm, én azt ígérhetem neked, a művészeknek, és természetesen önöknek is, kedves nézőink, hogy valamennyi tárlatról beszámolunk, hiszen ez az igazi ünnep, ez a 400-as jubileum a kortárs művészetnek Székesfehérváron. Most pedig folytassuk egy bejátszással. Tegnap este Székesfehérvár vendége volt a Misztrál Együttes, ahogy megszokhatták a Versúron című esten a Szent István Múzeum díszudvarán a székesfehérvári versünnep résztvevőivel együtt léptek fel, és egy csodálatos verses dalos estének lehettek szemtanúi. Nézzük meg ezt a bejátszást erről. Csupa feketén, anyuka szívén, lovagol a fény, bugyuta erény. Mi az, ami jó? Te vagy a hunyó. Fel nem emel, kergetehet, hagyjatok el, majd kiderül, fáj egyedül, vándor a szív, hol hegedül, hol a lélek, ami romlott, gyere félek, valam omlott, kapu nyitva, hunyorítva, belenézhetsz, mi a titka? Csupa feketé, anyuka szívén, lovagol a fény, bugyuta erény. Mi az, ami jó? Te vagy a hunyó, hova mutató, buta kutató. Na-na-na-na, 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 na-na-na-na. A Szent István Király Múzeum díszudvara adott otthont annak a hagyományos vershúrongálának, amelyen esztendőről esztendőre a székelyföldi Varga Sándor verstábor székesfehérvári diákjai és a Misztrál Együttes lépnek fel. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte azt a folyamatot,
amelyben a fehérvári versünnep fiataljai egyre inkább meghódítják a vers és dalkedvelők szívét városunkban is. Városnak tehetséges, ügyes, tenni akaró, a magyar kultúrát ismerő, a világról véleménnyel bíró fiatalokat jelent. Olyan tehetséges fiatalokat, akik elindultak egy úton, többük már évek óta részt vesz valahogy ebben a versünnepes, nyugodtan mondhatjuk mára már, hogy mozgalomban, és örülök, hogy mihez tudunk segítséget nyújtani, akár a versünnep megszervezésén, finanszírozásán keresztül, akár pedig, hogy a verstábor az önkormányzat támogatásából meg tud valósulni. Ugye az elmúlt évek gyakorlata alapján a versünnep döntősei azok részt vehetnek a verstáborban. Nagyon fontos, hogy előző éveknek a versenyzői is, fellépői is részt vesznek, igazi közösség szerveződött, és természetesen köszönet azoknak a művészeknek, akár a Misztrál Együttesnek, akár Kubik Annáéknak, akik akár a táborban, akár a Vörös Marti Színház színészei magának a versünnepnek a felkészítésével részt vesznek, és a fiatalok segítséget nyújtanak. Én azt gondolom, hogy a fiatalok jól mutatják évről évre, hogy nagyon-nagyon sok a tehetség. Ezeket a tehetségeket nem csak egy-egy verseny alkalmával szeretnék megmutatni, hanem segíteni őket a saját szakmai fejlődésük útján is, és hát az én titkos vágyam pedig az, hogy egyszer a Vörös Marti Színház társulatába egy, aztán pedig több olyan fiatal szerepeljen, akik valamikor a versünnepen kezdték. Szend a csengését, majd a szent csendet káoszban fogant. Újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét. Lelkek sebére, hófehér tépést, tenni az Isten felé. A verstábor állandó zenei kísérője és a fiatalok mentora a Misztrál együttes számára mindig különleges élményt nyújt a csíkcsomortáni találkozó, amelynek hozadéka az őszi együttlét Székesfehérváron. Lassan mondhatjuk azt, hogy valóban hagyománnyá vált az, hogy a verstábor utáni ősszel itt Székesfehérváron összegyűrünk újra, és találkozunk a tanév kezdetén. És hát ez így is van jól, valahogy egy folytonosságot ad a tábornak ahhoz, hogy a következő esztendőben újra együtt lehessünk Székelyföldön. És hát itt ez a mag, aki Székesfehérvárról érkezik mindig a Varga Sándor verstáborba, az most már mondhatjuk, hogy állandó, és biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan közösség már közöttük, ami életük végéig el fogja őket kísérni. Vagy fél ezernyi dalt megírtam, s ez szót magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mély hályok borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján. Mély ólom ömlött álmodó fülembe, hogy nem hatolt belé a vad hullámverés morzsoló harsogása, a morzsolódó kis sziget keserű mormogása. Jaj, mindenből csak vád fakad. Miért kimélted az erőt? Miért kimélted válladat? Miért nem vertél sziklatöltést, erős nagy védőgátakat? Mart Fruzsina, a székesfehérvári versünnep idei győztese, valamennyiük nevében mondott köszönetet, hogy egy olyan összetartozó csapat tagja lehet, akikkel egy versúron pendülnek az alkotásban. Minden egyes alkalommal egyre többet kapunk a versünneptől, a verstábortól és a versúrtól is, és ezt nagyon-nagyon köszönöm a többieknek, akik itt vannak mindig, és segítünk egymásnak, hogy ez mindig egyre többet adjon nekünk is, és a közönségnek is. Cikáznak. Cicáznak, csillannak, villannak, játszanak, látszanak, kénytelen fénylenek, roppantú ropognak, morogva dörögnek, dörögve felcsapnak, felcsapnak, lehulnak, és örökre elmúlnak. Villámok fényénél fénylenek világok, mindenek intenek. De ha a szemed becsukod, lehúnyod, semmit se látható.
csak ha a szeretet mindenen áthatol, s kintott szemedet, eljön egy pillanat, illanat, villanat. Tóth András Bence a versünnep idei felfedezettje sem hagyott kétséget afelől, hogy milyen segítséget, pozitív megerősítést jelent mindnyájuknak, versen innen és túl a találkozások természetes, együtt gondolkodásra sarkalló misztériuma. Én újként csöppentem ebbe a dologba, de mindig is azt éreztem, amikor néztem ezeket a műsorokat, hogy én nagyon szívesen lennék itt, és ez tényleg egy olyan megerősítés, amikor az ember kilép egy osztályteremből, ahol volt, vagy egy másik emberi körből, hogy vannak még olyan emberek, akik tényleg szeretik ezeket a verseket, szeretik a Misztrál zenéit, szeretik azt, amit én. És ebben az értelme ez tényleg egy hatalmas megerősítés, hogy találkozhatok olyan emberekkel, akiknek az érdeklődési köre és az értékrendje az gyakorlatilag az enyémmel egyezik. Dzsida Jenő és József Attila, Babits Mihály és Arany János, Pilinszky és Rakovszky Zsuzsa versei, a Misztrál mindenek feletti csodája a megzenésített örökbecsű rímbe faragott gondolatokkal ismét varázslatos szeptember estét hozott mindenkinek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden ugyanebben az időpontban ugyanitt, viszontlátásra!